Az első írásos emlék, az egy Arany János összes versei kötet sorozat, három kötetből áll, ez még az 50-es években jelent meg, Magyar Költők művei sorozatban, és be van írva, az első oldal tetejére kézzel, de be van írva, hogy engedélyezve, nem tudom milyen ügyészség, 1958. október valamennyi. Akkor a papírok szerint a Nagy Ignác utcában tartózkodott éppen. És úgy látszik, lehetett bekérni dolgokat, és ő az Arany János köteteket kérte be, ezt a sorozatot kérte be. Tehát biztos, hogy valami foglalkoztatta. Az, hogy korábban hogy vagy mint, az nem tudom, nem, valahogy úgy nem kerül szóba, de láthatóan ez egy fix pont, ez az 58, meg hát ez a letartóztatási időszakban. Bár később nem az Arany összeállításával jött elő, hanem egyre inkább a 20. század előadásra koncentrált, és azt próbálta összetenni. Hát bizonyára azért annak, hogy is mondjam, általánosabb hatása, vagy általános hatásra tekintettel bizonyára az most akkor fontosabbnak tartotta. És amikor az kiment, tehát az az 1000 fölötti előadás számmal, mert hát végeredben már mindenütt voltunk, meg még Amerikában is, meg Nyugat-Európa, magyar közösségekben, akkor fogalmazhatódott be, hogy na most akkor, most már Arany János. A 80-as évek elején volt először az első, mindvégig ez volt a címe, ugye idézve az egyik verset. Ez az aranyösszeállítás pedig kifejezetten saját, tehát az ő belső világa, világlátása, hite, minden, ami az emberbe úgy lejátszódhat, Arany János versein keresztül direkt úgy állítja össze, abban a sorrendben, és azokat kiválogatva, hogy a nézőnek most biztos, hogy nem arról van szó, hogy most én Mensáros Lászlót akarom bemutatni, hanem egy embert, aki az életét leél, és közben ilyen dolgok történnek, és így válaszol a kihívásokra, így oldja meg, stb. Tehát minden ilyen előadásnak tulajdonképpen ez a célja, hogy valamit a néző, a hallgatónak legyen egy, bocsánat, így mondom, hoppá élménye, hogy húha, ezt ismerem, tényleg nekem is. Mint hogy apám is azt mondja, hogy egy nyilatkozat végén az aranyestjéről, hogy olyan, mintha én írtam volna. Tehát az arany verseket, csak hát Arany János csodálatos nyelvezettel írta meg, hát ő nem tudta megírni, ezért fordult Aranyhoz. Érdekes módon az Aranyról úgy nem tudtam, hogy most akkor ezt megtaláltam. A 20. századnál, pedig hát akkor 17 éves voltam a bemutatókor, 65-ben vagy hogy volt, igen, arról tudtam, hogy készül. Tehát arról tudtam, de valahogy az Arany János, nem tudom miért, hát nem titkolta, de valahogy úgy szép csöndben, amilyen az egész Arany élete, vagy a szép csöndben összerakta. Szóval egyszer csak megtudtam, hogy megy a várba, mert lesz a aranyest. Effektív szövegtanulási élményem, hogy így mondjam, nincsen, azt ő mai napos sem tudom, hogy mikor tanultam. Az biztos, hogy amikor mi külön család elmentünk pihenni, vagy valami, akkor ő nem volt nála, akár színházi darab, akár. Valamikor megtanultam, most nem tudom, jobban mondani, de még tényleg színházi szerepeket se hallottam tőle tanulni. Tehát ez jó. Ő egyedül élt, én is családom, mindenkinek a saját családjával,
minden édesanyám is lent csókakő, tehát ő egyedül volt azért, hát nem reggeltől estig voltunk együtt. Amikor előadó estre vittem, az, hogy is mondjam, a beszélgetés fonala, az mindig valami, tehát éreztem, hogy kezdi az agyát fölpörgetni, hát ezt tudom, nem pörgeti föl az agyát, szóval valahogy beindítani, hogy legyen kész. Nem a szöveggel, itt belül épüljön föl, hogy egyszer csak ki tud lépni, és hogy mondjam, úgy szólaljon meg, ahogy ő szeretné. Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa, fehér leplét, véres leplét a futóha belkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! A belső élete legyen hiteles. Az az ez neki egy alaptétele volt, mert igazán most nem lehet életének bizonyos szakaszára azt mondani, hogy a mindennapi élete az olyan hiteles volt, mert nem, mert hogy is mondjam, csak hát a földi örömök, meg mondjuk azt ő nem vetette meg. És akár még elítélhető módon mondhatták rá, hogy milyen lumpember, meg nem tudom micsoda, de akkor hát merem tanúsítani, a belső életében, még hogyha zaklatott is volt, azért volt hiteles, mert állandóan foglalkozott fel, és próbált magán javítani, próbált, mert tudta jó, hogy azért ez nem egy helyes dolog. Tehát a hitelességről, ha beszélünk, akkor, és ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy először itt belül legyünk hitelesek, mert annak a következménye, hogy mit mondunk kifele másnak, mit mondunk, hogy jövünk, megyünk, stb., az abból fakad. Ha belül nem stimmel, akkor az olyan kicsit nehéz helyzet.